hol vagy olyan környezetben, ahol segítenek neked abban, hogy képes legyél átlátni a hazugságokon. Nem kell, hogy itt legyél, keres más olyan környezetet, ahol átlátsz majd a hazugságokon. Tehát itt van egy olyan környezetünk, egy olyan közösségünk, ahol segítünk abban, hogy átláss a hazugságokon. Miért kell átlátni a hazugságokon? Mert a hazugságok idézik elő azt, hogy te ne éld boldogan az életedet. És minél kevésbé éled boldogan az életedet, annál boldogtalanabbá lehet tenni téged. Hát nézd meg az életedben. Jó volt az, mikor hazugságokban éltél valamilyen szinten? Vagy mikor te hazudtál, vagy valaki hazudott feléd, az neked jó volt? Egyik se jó. Az se jó, mikor az ember hazudik, nem? De az se jó, hogyha neki hazudnak. Tehát a hazugságok soha nem, tehát van egy dolog, a hazugság rabságba taszít, rabbá tesz. Érted? Az igazságnak van felszabadító hatása. Tehát ha azt akarják, hogy az emberek rabszolgák legyenek, akkor el kell hitetnik velük a hazugságokat. És elindult a világ e felé. Oké? Tehát elindult a felé, hogy minél több, nem, az igazságok minél kevésbé legyenek ismertek. Tehát e felé indult el. Világos ez? Tehát minél kevesebb igazságot tudsz, minél több hazugságot ismersz meg, bizonyos embereknek ez annál jobb. Érthető ez? És akkor úgy kérdezném, hogy vajon milyen olyan közösségben van, vagy ahol ténylegesen segítenek abban, hogy átlásd a hazugságokat és az igazságokat megismert. Van egy olyan képességem is, hogyha például olvasok valami anyagot, vagy nézek mondjuk videón, akkor megállok, és meg tudom kérdezni, hogy igaz vagy hazugság ez, amit ott olvastam vagy hallottam. És akkor megmondják, hogy hazugság vagy igazság. Kik? Ezt én úgy nevezem, hogy a teremtő mondja meg. Oké? És onnantól kezdve átlátom ezeket a dolgokat. Érted? És akkor úgy állok hozzá, hogy ez hazugság, ez igazság, mehetünk tovább. Oké? Tehát vagy egy olyan közösségbe, ahol segítenek abban, hogy átlásd a hazugságokat, és az igazságok alapján éljél. Ha nem vagy ilyen közösségbe, akkor itt van a PPH, amely ezen az alapon működik.